Hétvégén rendezték meg a 20. hídverő napokat. Ahogy minden évben, idén is koszorúzással indult a NESZMÉI program, amit ezúttal egy konferencia követett. Nagyon-nagyon örülünk, hogy ennyi vendég és ennyi ismerős arc eljött azok közül is, akik régen, 20 évvel ezelőtt alapító tagként szerepeltek a hídverő társulásnál. Ez számomra minden NESZMÉI község polgármesterének, és talán elmondhatom a község minden lakója nevében, számunkra ez akkora büszkeség, hogy olyan emberek, akik közös eszméért, közös harcot indítottak 20 évvel ezelőttük, most is jelen vannak, és ezt az eszmét továbbra is képviselik. A hídverő települések alapvetően 18 településben állunk, tehát 5 magyarországi és 13 felvidéki település. Ha jól számoltam, talán 3 vagy 4 település kivételével minden település képviseltette magát. Ezen kívül a tatai kistérségből vannak itt, Tata polgármesterét is vendégül láthattuk, illetve vendégünk még Kalmár Ferenc úr, aki a Magyarország nemzet stratégiai politikájáért felelős miniszteri biztos. Először is ez egy nagyon fontos rendezvény azért, mert a 20. évfordulóját ünnepli a Hídverő Társulás, és ez egy mintaértékű társulás Magyarországon, hát nem csak Magyarországon, hanem ugye Szlovákiában is, mind a Duna mindkét oldalán. Én amit hiányolok viszont, és ezt el fogom mondani itt a szervezőknek is, és a hídverő társulás embereinek, hogy ennek a kezdeményezésnek, és ennek a 20 évnek valahogy nagyobb hírverést kellene csapni, hiszen ez egy példaértékű kezdeményezés volt 20 évvel ezelőtt, és az eredmények, amelyek sikerre vitték a társulást, ezeket hirdetni kellene az országba, legyen több ilyen. Legyen több ilyen, ne féljünk attól, hogy most éppen a határ másik oldalán milyen kormány van. Szombat délután és vasárnap különféle színpadi produkciókkal szórakoztatták a közönséget. Vasárnap délután például felléptek a dunaladványiak is, akik szívesen jönnek minden évben testvértelepülésükre, NESZMÉI-re. Mi egyidősek vagyunk a hídverő napokkal. Valójában mi a hídverő napok tiszteletére alakultunk. Úgyhogy a hídverő napok 20 évesek, és mi is 20 évesek vagyunk. Úgyhogy mi ide mindig nagyon nagy szeretettel jöttünk. A fesztiválról bővebb összeállítást holnapi Szél Rózsa című adásunkban láthatnak. Második alkalommal rendezték meg a Vándorhittan tábort tatai, bai, szomódi, naszái és dunaszentmiklósi alsó tagozatos tanulóknak. A 4 napos napközis táborra idén közel 100-an jelentkeztek. Most már második alkalommal rendezzük ezt meg a hozzánk tartozó egyházközségek hittanos gyerekeinek, tehát tata, baj, szomód, naszáj, dunaszentmiklós. Ezekből a közösségekből érkeznek, és közel 100 fő lett, ide nagyon örülünk neki, és körülbelül 20 kísérő tanárnő is itt van velünk. Napközis tábor, tehát minden nap 9-től 5-ig foglalkozunk és törődünk a gyerekekkel. Este a szülők mindig hazaviszik őket, van egy ebéd, a 10 óraját azt mindenki saját maga oldja meg, és délután pedig van egy közös uzsonna. A gyerekeket minden nap másik település látja vendégül. Az első nap Szomódon voltunk, a második nap Tatán, harmadik nap Dunaszentmiklós és negyedik nap Bajon, ahol most a felvételek is készülnek. Mindegyik közösség bemutatkozott egy picit, amiben gazdag, amilyen van, azokat mutatja be a gyerekeknek, illetve a kísérőpedagógusoknak. Szomódon például egy lovasiász bemutató volt, akkor délután lovaskocsizás, természetesen Szentmise is, mert Jézus az, aki minket összegyűjt. Kedden Tatán a fényes kertet néztük meg délelőtt, akkor délután templomos játékok voltak a gyerekeknek, vetélkedők, Szentmise természetesen. Szerdán Miklóson a Holland faluba fürödtünk, ez egy kicsit lazább program volt, és csütörtökön pedig ma vetélkedők vannak és akadályversenyek a útszéli keresztekig, és este 6-kor majd egy Szentmisével zárunk, azt követi egy vacsora, merre az összes szülőt és segítőt is meghívjuk. Ez az, ami a cél, hogy összehúzzuk egy picit a gyerekeket, családokat, szülőket, hogy ismerjék meg egymást, legyenek emberi kapcsolataik, és azt, hogy felfedezzék azt, hogy az egyház az nem egy közösség, nem 20-30 ember, hanem egy nagy család.
a Bai család, a Szomódi család, Naszái, Tatai és a Miklósi család. Ez a célunk. Második éve veszünk részt ebbe az úgymond hittan vándortáborba. Szomódról az idén 15 kisgyerek érkezett. A szomódi programot úgy próbáltuk megszervezni, hogy a hitélet elmélyítése mellett a szabadidős programokban is szívesen vegyenek részt a gyerekek. Az idén kivittük őket Brázik Csaba lovas IS birodalmába, ahol egy rövid lovas bemutató és íjász bemutató után a gyerekek is kipróbálhatták a lovaglást és az íjászatot. Nagyon nagy élmény volt számukra, hiszen a lovakat a szőrén ülhették meg. Utána a finom ebéd elfogyasztása után megismerkedhettek a környező településekről érkezettek a kis szomódunknak a nevezetességeivel, lovaskocsin. Úgyhogy ez a program is nagyon nagy sikert aratott. Az estét pedig Ki mit tuddal zártuk. Kiváló produkciók születtek, melyeket majd a hittantábor záró napján elő is adják majd a gyerekek. Nagyon jó dolognak tartjuk, hogy a gyerekek más településekkel is megismerkedhetnek, tetszett a tatai program is. Templomtúrán vehettek részt a gyerekek, az egy ilyen úgymond akadályverseny különböző feladatokkal, majd délután a tanösvényt tekinthettük meg. Bajon van most a hittantábornak az utolsó napja, ide vártuk a ötkösség gyermekeit. Hát a mai napon akadályverseny volt, hittanos és sportos feladatokkal. Remélem a gyerekek nagyon élvezték, jól elfáradtak, mert igen meleg volt. Na, visszaérkezve finom ebédet kaptunk, kakaós csigát, amit a gyerekek nagyon szeretnek. Utána Mihli Éva kerámikus a gyerekekkel agyagozott, vagy hát még most is agyagoznak. Az iskolában pedig két pedagógus és egy segítő sportversenyeket tart a gyerekeknek, hogy elfáradjanak, amit a nem oda terveztünk, de a nagy meleg miatt bevittük őket a tornaterembe, mert a 15-ös meleg volt. A táborzáróra nagyon készültek a vendéglátó baiak. Délután már otyogott a kondérokban a finom gulyásleves, amit 8 lelkes szakács készített összesen 350 főre. Felelős vagyok azért, hogy ma este a vacsorát nagyon finoman, jó ízbe tudjuk készíteni. Nagy örömünkre szolgál, hogy mi fogadhatjuk a kistérség vendégeit ma, mert a hittantábor tanulóink kívül a szülőket és a támogatókat is nagy szeretettel várjuk és hívjuk. Igyekszünk reggel óta legnagyobb erőfeszítéssel készülődni a mai estére, hogy jó sikerüljön. Reméljük, hogy mindenkinek ízleni fog, amit készítünk. 6-8 fős csapat készíti el a vacsorát. Készülünk egy kis itallal is melléje, úgyhogy nem szeszes itallal, hanem a gyerekeknek megfelelően. Nagyon jól érzik a gyerekek magukat itt, próbáljuk a kívánságaikat teljesíteni, és nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen nagy szeretettel jött össze ez a közösség. A tatai kistérség összefogását látom ebben az egészben, és nagyon jó irányba mozdulunk el. Mi mindent csináltatok itt a hittantáborban? Hát most voltunk lent a sportházban, azt ilyen sportfeladatokat, meg hittanos dolgokat csináltunk. Meg szomódon voltunk kint lovasíjászkodni. Melyik tetszett a legjobban? Nekem itt a sportolás. Miért? Hát, mert szeretek sportolni. Mi tetszett eddig a legjobban a táborban? Nekem minden tetszett eddig. Nekem is minden tetszett, de a fürdés volt a kedvencem. Miért pont a fürdés? Mert ott szórakoztunk. Ott volt a legjobb, ott még mindenfélét kaptunk. Mit csináltatok a mai napon? Hát reggel voltak állomások, és azokat kellett végigcsinálni. Utána ebédeltünk, és utána meg volt egy kis pihenő, és utána kézműves foglalkozás, meg sport. A mai napból mi tetszett neked a legjobban? Nekem a verseny és a sport. Nem fáradtatok nagyon? Hát igazából csak a versenynél, mert ott kimentünk egészen a búzatáblákig. Az esti vacsora után közös énekkel és jókedvű beszélgetésekkel búcsúztak egymástól a különböző települések kislakói. Arra születtünk, hogy a földsebeit begyógyítsuk életünkön át, életünkön át. Arra születtünk, hogy mindig menjünk.
Popovics György elnökletével június 25-én tartotta a soros ülését a Komárom-Esztergom megyei közgyűlés. A képviselők 16 napi rendi pontot tárgyaltak, és egy a kitüntető címek és díjak adományozása témában zárt ülés keretében döntöttek. Az ülés elején a képviselők egyperces néma főhajtással adóztak Maszlavér István, dr. Laki Zoltán és Aranyosi István emlékének, akik az elmúlt időszakban a megyei közgyűlés tagjai voltak. A közgyűlésben Maszlavér István helyére Nagy György Szomor község polgármestere került, aki az ülés elején letette képviselői esküjét. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. A két ülés közötti napirendi pont tárgyalása előtt Popovics György elmondta, hogy az AROP területi tervezést támogató pályázat záró helyszíni ellenőrzése megtörtént. Az ellenőrzés mindent rendben talált, a végrehajtást szabályszerűnek ítélte. A képviselők elfogadták a Komárom-Esztergom megye népegészségügyi célú célzott szűréseinek eredményeiről szóló tájékoztatót. Az anyag célja a lakosság egészség tudatosságának növelése, hiszen a meghirdetett szűrővizsgálatokon csak az érintettek csupán 4%-a jelenik meg. Ezt követően Viszló Levente, a Vértes Naturpark képviselője egészítette ki azt az anyagot, mely a megyei naturparkokat mutatta be a képviselők számára. Elmondta, hogy az elmúlt 25 évben állami támogatás nélkül kénytelenek működni és fejlesztéseiket megvalósítani. A naturparknak tulajdonképpen a legfőbb célkitűzése az, hogy Komárom-Esztergom és Fejér megye természeti értékeit a megye határokkal átvágott, évszázadok óta átvágott határokat próbálja valahogy a természeti és társadalmi értékek mentén bontogatni, és ebből a földrajzi egységből, amit úgy hívunk, hogy Vértes, ebből egy társadalmi egységet is kovácsoljon. Az az elgondolásunk, hogy ezt mindenféleképpen a területet hosszú távon belakó, a nap 24 órájában és az év 365 napján itt élő emberek tudják megtenni. Őket önök úgy ismerik, hogy választópolgárok, mi pedig úgy ismerjük, mint mondjuk a Naturpark étlapjáról fogyasztó embereket, akiket a programjainkkal szeretnénk a óvodáskorúaktól az egész nyugdíjas korosztályig, tehát az életük végéig valamilyen úton, módon bevonni ebbe. Ennek érdekében több programot indítottunk nagyon hosszú ideje, de intézményesítettük, egy naturparki oktatási közösséget hoztunk létre a 17 település részvételével. Ebbe van madárdalos óvodától a egyetemekig bezárólag mindenféle ténykedésünk, és nagyon szeretnénk azt, hogyha az itt élő emberek megismernék egymást, ezen a zöld alapon nem csak a polgármesterek találkoznának a naturparki klubba, hanem minél több nyugdíjas csoport, gyerekcsoport lenne elkötelezettje ennek a térségnek. Következő napirendi pont a Komárom-Esztergom megyei agrárium helyzetéről szóló tájékoztató, melyet szóban dr. Balogh Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Komárom-Esztergom megyei szervezetének elnöke és Kalmár Zsolt igazgató egészítettek ki. Balogh Zoltán elmondta, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2013. március 28-án alakult meg, és ma 360 ezer tagért vállalnak felelősséget. A falugazdász hálózattal kapcsolatban elhangzott, hogy jelenleg 14 falugazdászsal vannak kapcsolatban, és ők látják el az egész megyét. Az igazgatási feladatok között a legfontosabb talán az, hogy ez a kamara, amelyik egyébként kiterjedésében, mint jogi személyiség, az egész országot átfogó szervezetrendszerű szervezet. És hadd mondjam el a tisztelt képviselő társaimnak, hogy úgy tessék elképzelni, hogy ez a kamara ma minden településen ott van az országban. A szervezetrendszer 2013-ban jött létre, lényegében alakult meg és hozta létre az új alapszabályát, és ettől az időtől kezdve szervezetileg is egy nagyon komoly építkezésen
van túl. A mi megyénkben is, a 76 településből, 73 településben kifejezetten megalakítottuk az a települési agrárgazdasági bizottságokat. Két rendelet módosítás után aktuális területfejlesztési döntéseket tárgyaltak a képviselők. Esztergom, Kisbér, Oroszlány és Tata járásszékhely városok integrált településfejlesztési stratégiáját véleményezték a közgyűlés tagjai. A közgyűlés egyetértett mind a négy járásszékhely tekintetében az előterjesztésben foglalt értékeléssel. A megyei önkormányzat megnövekedett területfejlesztési projekt előkészítési menedzsment és döntés előkészítési feladatainak ellátására egy KFT létrehozásáról is döntött. A települési pályázati és fejlesztési alapra beérkező támogatások elbírálása című napirendi pont tárgyalásánál döntöttek két település, Súr és Bokod támogatásáról, valamint Szákszent község támogatási szerződésének módosításáról. A képviselők elfogadták a megyei önkormányzatok országos szövetség, a Komárom-Esztergom megye a Nemzetiségekért Alapítvány beszámolóját, a térségi fejlesztési tanácsok és a Rába-Dunavág EGTC munkájáról szóló tájékoztatót. Záró rendezvényét tartották ma a Tatai Angol Park rehabilitációja című projektnek, melynek első ütemére tervezett munkálatai befejeződtek. A beruházás több mint 500 millió forint volt, amelybe többek között a kiskastély, pontosabban a nyári lak teljes és korhű felújítása is szerepelt. Ez a kiskastély megújító munkánk egy olyan nagyon szép töblettel tud párosulni, társulni, amely a Herendi Porcelán manufaktúrának egy állandó kiállítását hozza, egy pici kis finom bemutatását hozza ide a kastélyba, egy interiőr kiállítás keretébe, az emeleten pedig az angol parkok, európai angol parkoknak a bemutató helyét alakítottuk ki. A második ütemben azt tervezzük, hogy nem csak tervezzük, hanem ugye folyik már az is. A különböző olyan épített díszítő elemek, mint a műbarlang vagy a kis kiépített patakmeder, a hozzákapcsolódó forrás, tónak a forrásnak az újraépítése, a nézőtér és a cseketó között, annak az átvezetése a patakmederbe, és rengeteg fának a megújítása is megtörtént ezen a részén az angol kertnek. És hát én remélem, hogy sikerülni fog egy harmadik, vagy talán egy negyedik ütemet is majd beépítenünk, ami arról szól, hogy a cseketó rendbetétele van hátra, annak a gátrendszere, ami a város felé a vizet tartja, szükséges a műromoknak a teljes megújítása, a jenőmalom és a kristályfürdő területe tartozik terveink szerint a második ütembe. És aztán van még egy rész a vasút és a cseketó közötti terület, a hátsó erdő rész, ami akár együttműködve majd a tulajdonosokkal belejöhet még a pezsgőgyár épülete is. És nekem van egy olyan vágyam is, hogy szeretném, hogyha az edzőtábor egy kicsit visszavonulna, így azon a részen, ahol az edzőtábor kerítése a sétány mellett fut, ott már tárgyaltam az edzőtábor vezetésével, az a tervünk, hogy vigyük egészen az út mellé, az ő útjuk mellé a kerítést, és ezzel egy kicsi levegőt ott hagyjunk az angol parki résznek. A műemléki felújítások pedig folytatódnak az angol kerten túl is. Hamarosan elkezdődnek a Kossuth téren az építőmunkák, de látható határidőn belül a kastély és a vár rekonstrukciója is megkezdődhet. Papírforma szerint a Kossuth térnek a építkezése minden látszatcsal, tehát ott még nincs építkezés, csak előkészületek zajlanak. A következő héten elindulhat, és október végéig, november közepéig az Európai Unió belső kötelmei alapján is be kell fejezni, mert lezárul a 2007-2013 közötti költségvetési időszak. A kastély megújítás az már az új költségvetésből valósul meg állami beruházás keretében. Ha minden papírforma szerint megy, kormánydöntés már van rá, akkor 2016 ősze tájékán elindulhat a munka, és 2017 végéig megtörténhet a főépületnek és a belső udvarnak a felújítása. A vár
pedig a Nemzeti Várprogram részét képezi jelenleg. Én nagyon bizakodom, hogy itt a tulajdonváltással kapcsolatos lépések, fejlemények, azok nem fogják borítani az eredeti menetrendet, bent tartható a Nemzeti Várprogramba, és az pedig 2017-ben indulhatna el, és 2018-ra valósulhat meg. Ezek eddig a fő paraméterek. Az, hogy a belső tartalom az hogyan fog alakulni, és mi fog bekerülni különböző attrakció formájában, elemek keretében a beruházásokba, arról azért még folynak a beszélgetések itt a városban is, illetve a Forster központnak a képviselőivel is, akik a magyar állami örökségvédelmet képviselik. Az angolkerti kiskastély, azaz nyári lak, kívülbelül eredeti formájában látható a felújítás után. Úgy, ahogy azt az építtető Eszterházy Ferenc 1783-ban megálmodta. A földszinten a még megmenthető korabeli falfestményeket is megcsodálhatja a látogató, de a 21. század technikájának köszönhetően feltűnik a díszterem falfestménye úgy, ahogy azt több mint két évszázaddal ezelőtt a nyári lak vendégei is láthatták. A földszinten több enteriőrt rendeztek be a muzeológusok. A földszinten úgy gondoltuk, hogy mindenképpen érdemes a kastély enteriőrjét valamiképpen bemutatni, azt az egykori főúri luxust, ami az Eszterházy családnak a környezetében megjelenhetett, ami az eredeti használathoz talán valóban közel áll. És így a földszinti díszteremben, illetve az abból nyíló két nagyon reprezentatív kialakítású szobában antik enteriőrök láthatók. Körülbelül azokban azokat a stílus korszakokat idézik fel a bútor együttesek, ami a kastélynak is az eredeti stílusa, a Louis-Szelz, a Zoff, tehát a késői felvilágosodásnak a klasszicizmust megelőző stílusai. Az egyik termünk Louis-Szelz stílusú, egy nagyon szép bútor garnitúrával, annak a kiegészítőjével, a csillárokig bezárólag. A másik termünk az úgynevezett úriszoba, egy kicsit férfiasabb, ez a Biedermeier stílust kapott. A megújult angol parkról, valamint a hazai angol kertekről képes információs filmeket az emeleten láthatnak a látogatók. Igyekeztünk megtartani azokat a nagyon fontos elemeket és a térszerkezetet, ami eredetileg lett volna, bár az angol kert egy folyamat, élő folyamat, kezdődött egy átmeneti korszakkal, a kiállítás be is mutatja ezt, ami valóban megépült, de csak rövid ideig tartott, ez az úgynevezett irreguláris időszak, és utána egy nagyon erős, romantikus korszak következett, ami stílus irányzatban abszolút követte Európát, és születése idején is Európa híres volt ez a kert. Utána pedig folyamatosan alakult az Eszterházy grófok generációi, mindig tettek hozzá valamit, egyszerűsítettek, egy klasszikus tájképi kerté alakították magát az angol kertet, az angol kert területét. Itt vannak azok az értékek, amit látva kell megérteni azt, hogy milyen is volt ez, és mit mond a mai embernek, mert mindig mond valamit a mai embernek ez, sőt a jövőben nekünk ezt át kell menteni, ez a mi feladatunk. A megújult kiskastélyban kialakított enteriőröket a Herendi Porcelán Manufaktúra termékeivel díszítették, egészítették ki. Ezzel, mint egy emléket állítva a tatai Farkasházy Fischer Mórnak, a magyar porcelángyártás atyának, a Herendi gyár alapítójának, aki az 1850-es években világhírűvé tette a magyar porcelánt. Éppen egy évvel ezelőtt írtuk alá Tata városával azt a stratégiai partneri megállapodást, amely célul tűzte ki, hogy a Herendi Porcelán Manufaktúra és Tata városa szorosabb kapcsolatra lépjen egymással. És hát hol lehetne a Herendi Manufaktúra hordozta értékeket méltóbb környezetben bemutatni, és így a Fischeri értékeket méltóbb környezetben bemutatni, mint ahova azokat megszületésükkor szánták. Királyok, főurak, nemesek otthonaiba térünk vissza, így a mostani Eszterházy kastélyban való bemutatkozásunk is valójában egy randevú porcelán és kastélya között. Fischer Mór, aki a 19. században a manufaktúra egyik meghatározó személyisége volt, lényegében a manufaktúra mai formáját ő alapozta meg, ő tatai kötődésű volt, így a mostani kiállításunk tisztelgés Tata polgárai előtt, köszönet nekik, amiért helyet adtak a Herendi Manufaktúrának ebben a bemutatkozásban, de egyúttal tisztelgés Farkasházy Fischer Mór előtt is, tisztelgés a gyáralapító,
a herendi minőség megteremtője, a porcelán kísérletező, és nem utolsó sorban a kézikészítésű egyedi luxus porcelán gyártó gyáros előtt. Megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetünk, és ebben a környezetben mutathatjuk be a herendi porcelánt. Bemutatjuk ebben a millióben a 19. századi motivum kincsünket, a klasszikus aponyi mintát, Viktória mintánkat, bécsi rózsadekorunkat, de ezeknek a dekoroknak ma már van modern megfelelőjük. Innovatív gondolkodással tovább vittük őket, és a termékfejlesztési csapatunk ezekből a motivumokból kiindulva egy teljesen új motivumvilágot is képes kreálni és alkotni. Így alapvetően a környezet is adja, hogy tradicionális mintákkal jelenünk meg, de itt-ott egy-egy modern minta, egy-egy innovatív gondolat is megjelenik, mint egy továbbvíve annak a gondolati lehetőségét, hogy aki ezt a kiállítást megtekinti, az utána tudjon a saját otthonába a 21. század elvárásának megfelelő dekort és herendi porcelánt találni. A Fényesre, a könyvtárba, a múzeumba is mehetnek nyári munkára a diákok július-augusztusban, ha jelentkeznek holnap délután 4-ig a Tatai Munkaügyi Központ Erzsébet téri irodájában. Az idén a harmadik alkalommal biztosított a kormány lehetőséget arra, hogy a diák munka keretében a 16 évnél idősebb, de a 25 évnél fiatalabb nappali tagozatos tanulók a munkatapasztalatszerzés és a pályaorientáció megtalálása céljából tudnak nyári diákmunkát végezni. Ez itt a tatai járásban úgy alakul, hogy 2 hónapra, tehát július 1-től augusztus 31-ig tart országosan a program, és a tatai járásban ez időszak alatt 164 diáknak tudunk munkát biztosítani. Ugye itt a foglalkoztatói oldalról az önkormányzatok és hát az ő általuk irányított szervezetek vehetnek részt, és hát nagyon nagy volt az érdeklődés a foglalkoztatók részéről, és 81%-nak tudtunk lehetőséget biztosítani ebben a keretben. Ugye a polgármesteri hivatalban tudnák munkát végezni, a Fényes fürdőn, a nagyon értékes munkalehetőségeket kínált, például a Tata városa is ebben nagyon kiemelkedő szerepet nyújtottak az idén is, akár a múzeumban egy leltározási feladat elvégzésére is biztosítanak lehetőséget, vagy a Fényes tanösvény gondozásában, könyvtárban, tehát igazi értékteremtő munkahelyeket ajánlottak fel. Nandi 10-es volt a Blátiban. Eljött a tájékoztató napra, mert dolgozni szeretne. Igazából bármi, medenceőrtől kezdve, akármi, ami itt van a közelben, vagy a környéken. Miért gondolkozol nyári munkában? Nyilván, hogy ugye kis zseppénz, vagy esetleg félre tudjak tenni, vagy ugye jogosítványt szeretnék, és ugye arra félre kell tenni a pénzt. Mennyi időt szánsz rá? Hát körülbelül 2 hónapot, vagy 1,5 hónapot, amennyi belefér. Ugye a pihenés mellett, ami belefér. Július 1-től tehát indul a nyári diákmunkaprogram. A programban részt venni kívánó diákok még holnap, azaz június 30-án délután 4 óráig jelezhetik szándékukat a Tatai Munkaügyi Központ Erzsébet téri irodáiban. A kormányhivatal konferencia termében köszöntötte Semmelweis nap alkalmából munkatársait a Szent Borbála kórház. Semmelweis Ignác nagyságát a gyermekágyi láz okainak felderítése és az általa kidolgozott prevenció adta. Szakmai oldalról emberileg a lelkiismeretesség, a kötelességtudás, az önzetlenség, amivel éjjel-nappal a betegek rendelkezésére állt. Az ünnepi műsor és megemlékezés után kimagasló munkájuk elismeréseként 74 dolgozó részesült főigazgatói dicséretben, és vették át kitüntetésüket. Minden évben ezen a napon adják át az orvosi előléptetéseket is. Az idén 6 kiváló dolgozó kapta meg az adjunktusi, alorvosi vagy főorvosi kinevezését. Dr. Lőke János főigazgató pedig az állami elismeréseket kapott kollégákat is köszöntötte. Minden közösség életében nagyon fontos, hogy legyen saját ünnepe. A hétköznapok rohanásában, a napi teendőkben, ahogy megyünk egyre tovább, elfáradunk, és nem is látunk rá igaziból egy idő után a saját dolgainkra. Kell a megállás, és kell az ünnep. És az egészségügyben Semmelweishez kapcsolódva, július 1-e az ünnep,
Ugye Semmelweis azért nagyon nagyot tett valóban, amikor annak idején felfedezte, hogy a tisztaság az rettentő fontos, hogy a kézmosás az nagyon-nagyon fontos. Természetesen az egészségügyben ezen már túl vagyunk, ma is tudjuk, hogy nagyon fontos a tisztaság, de ma már nem ez a mai magyar egészségügyben a legnagyobb probléma. Most elsősorban a munkaerő hiány a probléma, de a tisztaság egyébként a ritka eszközök problémája, az, hogy egy kórház, egy egészségügy mit engedhet meg magának, mit nem, ez mindig is nagyon fontos lesz. Semmelweis naphoz pedig, mint az egészségügy ünnepe Magyarországon, kötjük egyébként a dicséretek, előléptetések átadását is. Nagyon jó érzés itt állni, egy pozitív sugallat, olyannyira, hogy érzem, hogy értékelik a munkámat. Örülök, hogy dicséretet kaphatok a mai napon. Úgy gondolom, hogy igen, nagyon nehéz időszakot élünk, ez is egy plusz adottság végül is, hogy dicséretet kaphatok és értékelnek. Belgyógyászaton csak úgy lehet dolgozni, hogyha végül is mindenki egyszerre gondolkodik, egyszerre dolgozik, egy team munka végül is a belgyógyászat. Szerintem jó a kapcsolat a nővérekkel is, meg a kollégákkal is. Sajnos kevesen vagyunk minden szinten. Idén is folytatódik a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság diákrendőr programja. A Student Police programban résztvevő diákoknak múlt héten tartottak felkészítést a megyei rendőrfőkapitányságon. A Student Police program immár 5. éve zajlik, Tatabánya megyei jogú város közigazgatási területén belül. 5 éve indítottuk el kísérleti jelleggel ezt a programot. Idén már 65 diák jelentkezett. A diákok többsége önkéntes vállalás alapján a megye területén, köztük Tatabánya területén is teljesít szolgálatot. Alapvetően Tatabánya területén két helyszínen, az élményfürdő, illetve az élményfürdő előtti területen fognak szolgálatot teljesíteni, illetve a belváros Máfaüdvar Vérteszt Center területén lesz a szolgálatellátásnak a helye. Alapvetően bűnmegőrzési, balesetmegőrzési feladatokat fognak ellátni, és az állampolgárokat, illetve az ideérkező turistákat fogják ellátni hasznos információkkal. A korábbi évek bűnügyi tapasztalatait figyelembe véve, illetve a bűnügyi esetszámokat figyelembe véve kijelenthető, hogy azokon a területeken és azokban az időszakokban, amikor a szolgálat teljesítési idő volt, lényegében nullára tudtuk redukálni a bűncselekményeket és az egyéb jogsértő cselekmények számát. A megyei bűnmegelőzési alosztály, a megyei közlekedés-rendészeti alosztály és a tatabányai rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő rendőrök adtak tájékoztatást a diákoknak, valamint felvilágosították őket azokról az esetlegesen jelentkező problémákról, feladatokról, amiket a szolgálat teljesítés során meg kell majd oldaniuk. A hatékonyságot két szempontból is vizsgálhatjuk. Egyrészt a bűnügyi, illetve a szabálysértési adatok vonatkozásában, mint hogy korábban említettem, ezek az adatok, ezek igen kedvezőek. Azokban az időintervallumokban, amikor a szolgálatteljesítés volt, lényegében a bűncselekmények, szabálysértések száma nullára redukálódott. A másik nagyon fontos, és talán a legfontosabb, az állampolgároknak a visszajelzése. A Tatabányán ideérkező, illetve a Tatabányán itt lakók, illetve az ideérkező turisták igen pozitív véleményeket, visszacsatolásokat juttattak el kapitányságunk részére. A diákrendőrök szórólapokat osztanak majd a nyáron, valamint segítenek eligazodni a városban a turistáknak is. A rendőrség munkatársai arra kérik a lakosságot, hogy bizalommal forduljanak a fiatalokhoz, akik főleg bűn- és baleset megelőzési feladatokat látnak majd el. A Vézene Virág Fesztivál hagyományos szereplője a Benkó Dixieland koncertje alatt zárták be a 22. Vézene Virág Fesztivált vasárnap délután. A több mint két évtized alatt a hagyományosan sikeres programok mellett mindig szükség volt valami újításra, az ország legnagyobb családi fesztiváljaként apostrofált Vízzene Virági Fesztivál rendezvénysorozatában. És bizony az eltelt idő alatt sokat változtak az igények is. Ugye felnőtt 22 év alatt egy új generáció, új igények, új elképzelések, új gyerekek, tehát létrehoztunk egy óriási színpadot, amelyet elektroparti színpadnak neveztünk el. Ez a Riska színpad volt. Ilyen még nem volt ebben az országban. Én is olyan csodálattal néztem, hogy megvillantak a fények és megszólalt a zene, hogy egyszerűen ledöbbentett, hogy mit képesek építeni manapság ehhez hozzáértők. Ez egy nagy újdonság volt és nagy vonzerő volt a fesztiválon. Újdonság volt az, hogy a kastélyba be akartuk vonzani a legkisebb korosztályt, tehát amit mi mindig igyekszünk, hogy ugye a családok fesztiváljának nevezzük a magunkat, hogy elértük azt, hogy egy
porcelánbaba kiállítással olyan csodálatos babákat látott, hogy a honfoglalókori magyaroktól kezdve a barokkori bábukon keresztül egészen a Jancsi és Juliska és a nem tudom én a Hófehérke és a Héttörpe mesé is megjelentek. Ez egy nagy újdonság volt. Aztán nagyon nagy újdonság volt az, hogy a családokat úgy tudtuk legjobban segíteni, hogy a gyerek szórakozó helyeket, tehát az úgynevezett gyerek vidámparkot, a Szipi vidámparkot teljesen ingyenessé tettük, és a mi számításaink szerint, és aztán a számlálók szerint is beigazolódott, hogy egy gyerek naponta 15-18 ezer forint értéket is eljátszhatott, ami lehetetlen lett volna, hogyha ez fizetős. A fesztivál nem csak programjaiban, de foglalt terében is a legnagyobb fesztiválok közé tartozik, és tervezik, hogy jövőre a tóparti erdős részeket is integrálják a fesztivál térbe. Én azt a civil kurázsit szeretném megköszönni, amit mindig annyira igénylünk az emberektől, a közösségektől, hogy merjenek bátran valamit létrehozni. Ne másra várjanak akkor, amikor van egy jó ötletük, fogjanak össze, és csináljanak valami olyat, amely másoknak is tetszik. A Vizenavirág Fesztivál így indult, néhány ember kitalálta, összeálltak, dolgoztak rengeteget, küzdöttek, a tapasztalatokat levonták, utána átbeszélgették, újítottak, továbbfejlesztettek, és ma már a 22. ilyen Vizenavirág Fesztivál zárhatjuk be, ami azt gondolom, hogy nem csak ahogy láthattuk az ide látogatók rengeteg autójából is, nem csak a tataiak, hanem sok-sok vendég érkezett Tatára újra, akik reméljük, hogy nem csak magát a fesztivált élvezték, hanem az egész várost. És a kettő együtt nagyon szoros kapcsolódásban van, hiszen a legtöbb megjegyzés, vagy a legtöbb érdeklődőtől jövő vélemény úgy fogalmaz, hogy hát egy ilyen helyen nem nehéz jó fesztivált szervezni. És nagyon köszönöm én azoknak a tataiaknak is, akik nem látogattak ki a fesztiválra, nem jöttek ki, nekik a türelmüket szeretném megköszönni, hogy ők is elviselték, tudomásul vették, hogy van ilyen néhány nap az évben, amikor egy kicsit később tudunk elaludni. Én magam is kellően mérges volt, amikor már a zene annyira bejött a hálószobába, hogy az már zavaró volt, de tudomásul vettük és túléltük, és másnap reggel vidáman ébredve újra nekifogtunk, hogy egy újabb részletét felfedezzük a Vizenavirág Fesztiválnak. Köszönöm szépen mindenkinek! Több mint 600 kiállítási keretben több ezer arra érdemes magyar és nemzetközi bélyeg várta a látogatókat az elmúlt hétvégén az Ötvös Gimnázium sportcsarnokába. Igazi ritkaságok, az első magyar bélyeg. Lezárt és még nyitott gyűjtemények bélyegeibe gyönyörködhettek a látogatók. Egy bélyeg értékes lehet, mert kevés van belőle, mert nagyon régi és hibátlan, vagy éppen azért, mert hibás. Az első Magyarországon készült bélyeg képen Ferenc József uralkodónk látható, és a kezdetleges nyomdai eljárásnak köszönhetem, mert hát 1871-et írunk, az uralkodó képe, arca úgy néz ki, mintha himlőhelyes lenne, vagy úgy is mondják, hogy szeplős, és ebből az utóbbi elnevezésből adódott ez, a megint csak a gyűjtők körében Szeplős Jóska, Himlőhelyes Jóska nevet viselő tévnyomat. A nyomda ellenőrzés ellenére kikerült egy ilyen bélyegív, forgalomba került, mint hogy látjuk, hogy ez a bélyeg is felhasznált, lebélyegezve egy ilyen példát mutat a gyűjteményében a kiállító, és ezek, mint ilyen, az észlelés után, amikor észrevették, hogy az uralkodó képe himlőhelyes, visszavonták a már kinyomtatott bélyegeket, de jó pár darab felhasználásra került, és ezek így felhasználtam a legnagyobb magyar ritkaságok, amelyek a bélyeggyűjtők keresett álmai, ne továbbjai. A 88. bélyegnap tiszteletére új bélyeg is készült Tatáról. A korábbiak pedig láthatóak voltak a kiállításon. Tatáról jelent meg bélyeg, megmondom őszintén, 1961-ben a Vársulatokból a 20 fél éres. 1970-ben jelent meg egy bélyeg Tatáról, amikor a evezős Európa-bajnokság volt, és volt egy olyan kiadás, amikor a Tata Tóváros Egyesülése volt 2008-ban. Akkor volt pont, ha jól tudom, 70 éves. És akkor erre az alkalommal egy megszemélyesítő bélyeg jelent meg. A bélyegnapok háromnapos programsorozatába ifjúsági verseny és éremgyűjtő kiállítás is tartozott.
Még Virág János, kapucinus atya javasolta az ökofalu vezetőinek, hogy a kis templom másolata köré szervezzenek igazi életet a Péter Pálnapi búcsúval. A gyakorlatban már János atya utódja, Szalai Gábor plébános segítette a búcsút. Ez az Ágoston-ligeti búcsú az idei évtől a Dunai-Poly Nemzeti Park Igazgatóság és az Ökofalu közös rendezvényeként vonul be, reméljük, a Tata történetébe. A három falu népe, aki valamikor is ezen a birtokon élt, ugye Vértes, Tolna, Tardos és Agostyán, természetesen a jó tataiakat is vártuk mindig szeretettel, voltunk is jó sokan eddig. Idén azonban a búcsú teljesen egybeesett a Vízzenevilág Fesztivál időpontjával, így inkább kirándulók látogatására számítottak. Nagyon érdekes program zajlik, mert úgy döntöttek állami hivatalnokok, hogy a köztisztviselő napot nálunk tartják, és egy 15 éves, nagyon régi kapcsolat, amikor még nem volt ilyen, hogy kormányhivatal, egy kedves kolléganő úgy döntött, hogy el kell hozni ide a kollégákat, sétálni a Zarándok úton, finomakat enni, mert ebédet rendeltünk, finom kávét, pálinkát és bort kóstolni, hogy egy igazi, nyugodt, szép, derűs napuk legyen. Keressük a tájban élő embert. Ugye rájöttünk arra, hogy ez milyen fontos lenne megtalálni, magunkba is természetesen, körülöttünk is, de ez olyan ritka, hogy hát már védetté kéne nyilvánítani, és ehhez sajnos még nincsenek meg azok az intézkedések, de hát így próbáljuk tartani ezeken a úgymond végvárakba a reményt, hogy hát az a tudás, ami valamikor a vidékbe összegyűlt a vidéki emberbe, hát a saját magát ugye, hogy tudta ellátni több generáción keresztül. Mai napi látogatás arról szól, hogy itt a sétálva tanítás során mindezt bemutatjuk az érdeklődőknek. Az Agostyáni Ökofaluhoz tartozik Magyarország első emlékerdeje, amelyben hamarosan felavatják Markó Gyula plébános jelfáját. A plébános 51 évig Agostyánban, 37 évig Vértes-Tolnán szolgálta a híveket. Az Esély Budapest táborban 140 gólya, 40 szervező mellett ismerkedett a múlt héten jövendő alma máterük az Eötvös József gimnázium szellemiségével rengeteg programon keresztül. Volt egy Tata túra, Tata megismerése is volt a cél, illetve 10 állomáson keresztül kellett pontokat gyűjteni. A diákoknak a mai nap az, mint lehetett látni, az a sporté, tehát most 9-től délig folyamatosan sportesemények vannak, utána délutára kell nekik csinálni mindenkinek egy kis előadást, egy 5-10 percben bemutatni magukat, ez azért jó, mert összekovácsolódik legalább a csapat. Az a legfontosabb szerintem, hogy megismerik egymást a diákok, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy amikor belépnek a gimnáziumba, akkor már lesznek ismerős arcok, az osztálytársaikat mindenképp ismerik, az évfolyam társaikat úgy látásból ismerik, illetve akik itt vannak, górék, illetve szervezők, a górék, akik mentorálják a kicsiket, ő hozzájuk is mernek majd menni kérdésekkel, mit, hol találnak, hol van az igazgatói, milyen kérdések, kihez kell fordulni. A gólyatábor, amely már 8 éve hagyomány, nem csupán a leendő elsősök számára hasznos, hanem a szervező diákokat is erősebb közösséggé alakítja. Ez diák kezdeményezésre jött létre annak idején, és most is a diákok szervezik alapvetően, és hát ez az egyik célja, hogy a bent lévő gyerekeket összekovácsolja, hisz hogyha egy ilyen tábort végig tudnak csinálni, megszervezik, megtartják nekik, programokat vezetnek, akkor az összehozza a bent lévő diák önkormányzatos tagokat, illetve a kapcsolódó diákokat, és természetesen egy nagyon jó példa a bejövő gólyák számára, hogy hogyan lehet közösségben jól érezni tartalmasan magukat, és hát egy lehetőség arra, hogy bekapcsolódjanak az iskola életében, megismerjék a diáktársaikat, leendő tanáraikat, és hát az Eötvösnek a szellemiségét. A gólyatábort szervező Eötvösös diákok, a górék. Elég színes felhozatal van az elsősökből, mindenki másban tehetséges. Hát én az Arany János osztálynak vagyok a góréja, nálunk nagyon sok helyről, nem csak Komárom-Esztergom megyéből, hanem országszerte jöttek a diákok. Van egy külön osztályunk, aki kiemelt figyelmet érdemel tőlünk. Általában három góréja van egy osztálynak, és napjainkat velük töltjük többnyire. Közös játékokat játszunk, amikor éppen az osztályfőnökükkel vannak, akkor mi foglaljuk el őket, vezényeljük őket, már ahogyan lehet egy gimnazistát vezényelni egy-egy program között, és próbáljuk őket szórakoztatni. A diákok már ismerősként szeptemberben találkoznak majd.
Hiába a behajtani tilos tábla, hiába a kapu köré húzott szalag. Csak az autósokat tartja vissza attól, hogy átmenjenek a lovardához vezető út kőkapuján. Hiába a tiltás, a gyalogosok figyelmen kívül hagyják, pedig ha felemelnék tekintetüket a boltíves kapu tartó pilléreire, elszörnyednének, mert azt, ahogy a nagymamám mondta, csak a Szentlélek tartja. A Vízzene Virág Fesztivál Egyesületnek a kollégái jelezték felénk, az önkormányzat felé, hogy a boltív olyan veszélyes mértékben megrogyott, illetve elmozdult a két tartó pilléről ez a téglaboltozatos szerkezet, hogy mindenképpen tekintsük meg, és próbáljunk valamit tenni. Tegnapi napon, csütörtökön ki is jöttünk, és azt megállapítottuk, hogy valóban veszélyes a közlekedés az alatt a közlekedőkre, ezért azonnal lezártuk, és utána kezdtük vizsgálni, hogy egyáltalán statikus bevonásával, hogy milyen beavatkozások szükségesek. A statikus legfrissebb információ szerint ő is sürgős beavatkozást mond. A kapu egy magánút és közterület találkozásán áll. Vizsgáltuk a tulajdonviszonyokat, eddig azt sikerült kideríteni, hogy nem az önkormányzat tulajdonát képezi, úgyhogy a terület tulajdonosával felvesszük a kapcsolatot, és próbáljuk minél előbb elvégezni ezt a műszaki beavatkozást, vagy elvégeztetni velük. Nem véletlenül zárattuk le a boltozatot, úgymond bármikor leomolhat, úgyhogy ezért kérünk mindenkit, hogy vegyék komolyan, hogy ne hajtsanak általatta segépjárművel se gyalogosan. Pénteken délután egy omlásveszély feliratú tábla felállításával még nyomatékosítják a polgármesteri hivatal dolgozói a veszélyre való felhívást. Jön a hétvége, sok a kiránduló, vegyék komolyan a jelzéseket. Több hazai angolkertről, valamint Magyarország első angolparkjáról, a Tatairól készült filmekből láthattak részleteket a polgármesteri hivatal dísztermében rendezett vetítésen az érdeklődők. A filmvetítés egyik célja volt, hogy felhívja a figyelmet a megújult angolkertben látható értékekre, illetve a park rehabilitációhoz kapcsolódó kiállításra, amelyet a nyári lakban rendeztek. Hát a régire úgy emlékszem vissza, hogy eléggé le volt amortizálódva. Azóta nagyon, de nagyon sokat fejlődött, sok minden újjá lett varázsolva, hogy így mondjam, és én a továbbiakban is azt várom, hogy mindig újabb és újabb szépségekkel találkozhassunk. Nagyon örülök, hogy Tatának ilyen adottságai vannak. Én akármerre járok, mindenütt csak megcsodálom Tata szépségeit. Nagyon örülök, hogy itt lakhatok Tatán, hisz most már 50 éve. A másik, nagyon szeretnek az unokáim is jönni. Minden évben itt vannak legalább egy hétig, de nem tudnak betelni ezzel a sok szépséggel, akár a fényes, akár a tópart, szívesen mennek akár a csekkére. A Tatai angolkertről szóló film a kert arcát örökíti meg mind a négy évszakban. A vendégek a vetítésen a film tél tételét láthatták. Ez a havas rész is, hát évek óta nem volt ekkora hó, most újra látni, úgyhogy nagyon tetszett, Zsuzsa. És nekem a régi azért a szabad déli színpad jobban. Ott hintáztunk a platán fálnál, úgyhogy nekem az jobban tetszett, de hát jó van, fiatalok. És annak örülök, nagyon jön a forrásvíz vissza. A török mecset azért akkor még szebb volt, meg ezek a régi, hogy mondják, ahogy megyünk be a huszoda, meg ahogy, igen, a műrom azért ott, most azért elég kopott, de hát meg hát az uszoda, az hiányzik, szerintem, mert ott nőttünk fel. Na, sok különbség van, nem vitás. Most akarok elmenni biciklivel körbe, hogy megnézem, hogy most milyen, hogy visszajött az a tó is. Azért kérdeztem, hogy hol van az a angyalka, mert ott volt egy angyalka. Hát én angyalkának mondtam, meg mások is. Hát valakiné az van, mert az valaki elvitte. Legalább a szomszédok mondanák meg, hogy kinél látták.
Óriási volt az érdeklődés az archív tatai filmek iránt, amelyek között természetesen az angol kert múltjáról szóló filmet is vetítettek a művelődési ház vízimalom termében. A program több érdekességet is tartogatott. Három film lesz vetítve, egy színes film, ami valójában tehát 35-ös nagy tekercses film, azt fogjuk levetíteni. Utána lesz egy fekete-fehér, ami érdekesebb, az a 1930-as évek, 40-es éveknek a tatája, az egy ilyen bővebb, de fekete-fehér összeállítás. És lesz egy harmadik, amelyik nemrégen került elő, egy olyan kópia, ami a Tatai Helytörténeti Egyesület vásárolta meg, odaadta a múzeumnak, a múzeumtól átkerült a Tatai Televízióba, és az volt a kérés, hogy ezt digitalizáljuk. Most digitalizálás közben vetődött fel ez a gondolat vagy ötlet, hogy akkor szervezünk egy olyan vetítést, amikor igazi vetítőgéppel, igazi zörgő hangulatba, tehát a régi hagyományos hangulatot idézzük meg, és megpróbáljuk levetíteni ezeket a felvételeket. Kettő dolog volt, ami elkülöníthető, egyik a 30-as éveknek a tatája, az nagyon sok emléket idéz fel másokban, és az a film, amelyiket vetítünk és színes, az 1971-ben készült. Tehát az én korosztályom látható rajta, hát elárulom, hogy én is látható vagyok az egyik filmen, de nagyon kicsiak, kajakoztunk akkor, és akkor kizavartak a tóra bennünket ilyen vágóképnek, és az egyik ilyen fekete-fehér felvétel láthatók vagyunk, de a barátok és a osztálytársak azok mind láthatók valamilyen úton, módon, vagy pedig azok, ahol ők laktak, az látható ezen a filmen. A rendezvény a Felnőtt Utazók Klubja fogadta be programjába. Amióta a Fiatal Utazók Klubjából Felnőtt Utazók Klubja lett, bizony sok minden változott, például az Angol Parkban is. Sok emlékem van rá, mert ott tartottuk az ősvezetői óráinkat, azon kívül játszottunk, mert nagy játéktér volt ott hátul, ahol most a halásztanya van, és a mai nap pedig ilyen egészségügyi formába veszünk részt, a Cseketó körül a 10 000 lépést csináljuk, azon kívül hát van futás is, például a minimaratonnak egyik része ezen a gyönyörű helyen megy körbe, és hát ilyesmire használjuk föl mi legalábbis. Sokat változott, mert a gyerekkorunkban ugye akkor még nem volt edzőtábor lekerítve, végig át tudtunk menni a Bai útra. Most, hogy ilyen kicsit szűkítettebb a terület, a mai napokat nézve, ugye most rendbe rakják az Angol Parkot, vagy kertet, és megpróbálják hasonlítani ahhoz, ami volt, és örülünk neki, hogy a régi formájában majd láthatjuk. Augusztus 1-én 16 órakor indul útjára a 32. Vértes Volán Tatai Minimaraton Tata legszebb tájain. Hazai, de nemzetközi szinten is komoly rangot vívott ki magának ez a viadal. A rajtnál újdonságra nem számíthatunk. A tavalyi évben is már ugyanaz volt, hogy a nagy színpadot a Várudvarban építettük föl, és a futókat innen a kis színpadról Borján Attila biztatta, tehát ez ugyanígy lesz az idei évben is. A rajtot is innen lőjük majd el a kis színpadról, de az eredményhirdetés és a műsor benne a nagy színpadon a várban lesz. Megvoltak a megbeszélések, a szervezői megbeszélések, még finomításra van szükség, meg hát az időjárás miatt készülnünk kell arra, hogy tényleg minél kevesebb probléma történjen. Július 31-én lesz egy zsíros kenyérpartival összekötött nevezési napunk, ami hagyományos, ott is nagyon sokan szoktak még nevezni, és aztán szombaton egészen 3 óráig. Mikli József városon polgármester nagyon fontosnak tartja, hogy a nemzetközi avanzsált verseny továbbra is sok futót, a látogatót hozzon városunkba. Egyrészt nagyon sokan vannak, akik visszajáró futók, és rendre évente újra és újra elindulnak és jönnek az ország minden tájáról. Nagy öröm az, hogy a külföldi versenyzők száma is folyamatosan emelkedik. A testvérvárosainkból, például Alkmárból az idén, ha jók a számaim, akkor 16-an jelezték, hogy szeretnének indulni. Magyar Kanizsáról is nagyon sokan érkeznek, tehát több mint 50-60-an lesznek azok, akik külföldről, a testvérvárosainkból jönnek erre a futóversenyre. A tataiak számára pedig hát egy régóta megszokott és egy szeretett verseny, amit hiányolunk minden esztendőben, és szerintem az idén jó lenne ezen változtatni.
az a szurkolóknak a száma. Az lenne jó, hogyha sokkal többen kijönnének a tópartra, ide a rajthoz, a célhoz, és együtt szurkolnánk a tataiaknak, a versenyzőknek. Előre látva, hogy nagyon nagy hőség lesz, de még előrébb látva azt, hogy a Kossuth térre nem tud köröztül menni a futóverseny, ezért az idejében 13 kilométerre csökken a futóversenynek a 14 kilométeres távja. Ez egy egyszeri, egyedi szituáció lesz, mert jövőre már a gyönyörűen megújult Kossuth téren fognak tudni keresztül futni a versenyzők. Az idei esztendőben pedig egy hamarabb bevett kanyarral futnak vissza mindjárt a Hajdú utcán, tehát a Keszthelyi utcán bekanyarodva jönnek vissza a versenyzők ide a vár elé, és futnak tovább a táv további részére. Tehát egy rövidebb versenyre számíthatunk az idén, de nagy melegre. A versenyzők biztatása nagyon fontos ilyen hosszú távon, remélhetően a várható hőség ellenére, vagy talán éppen ezért sokan biztatják majd a futókat a hosszú távon. 22 alapító taggal indult el 1995-ben a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság. Dr. Kálmán Attila volt az egyik, aki a korábbi népfőiskola szellemiségét szerette volna Tatán újra gyökeresztetni. Nekem Benda Kálmán, az akkori vezető jó barátom volt, Magyari Zoltán családunk ismerőse, és ismertem az egész népfőiskolának a történetét, amit Kocsis László néval együtt bugoztunk ki, és adtunk ki egy könyvet róla. Na most ez a régi tatai népfőiskola olyan valami volt, ami egyedülálló volt, nem csak Magyarországon, szinte a világon is. Olyan népfőiskola volt, amit nem valamelyik vallás alapított, hanem felekezet közé, tehát a jogi egyetem mellett működő közigazgatástudományi intézet, meg Revicki István Alispán, meg Magyari Zoltán professzor alapította. Másodszor nagyon megválogatták, hogy kik taníthatnak itt, csak egyetemet végzett emberek voltak, piarista tanárok, egyetemi tanárok, népi írók és így tovább. Nem akárki jöhetett ide diáknak, csak olyan, aki már katonaviselt volt, önálló gazdálkodó volt, és nagyon értelmes ember volt, és a jegyzője ajánlotta, és így tovább. Tehát a tatai régi népfőiskola az egy minőség volt, aminek a tananyagát átvették más népfőiskolák is, rengeteg cikk, tanulmány jelent meg róla. Ahhoz, hogy létrejöhessen az új, ahhoz a régiről kellett dokumentumokat produkálni. Na, ez volt nekem a szerepem és a lehetőségem, és 40 népfőiskolát sikerült fölkutatnunk, 5 egykori népfőiskolai tanárt, és ezeknek találkozót szerveztünk, és kapcsolatot tartottunk velük. És ennek az ébren tartása volt a csírája az új népfőiskolának. És a szemléletében is volt valami közös, tudnélik, nem csak egyszerűen behívták az embereket, hanem továbbra is kapcsolatot tartottak velük, és a közigazgatással foglalkoztak elsősorban, az, hogy az embereknek nagyobb legyen az öntudata, az általános műveltsége és a szakmai ismerete. Ez a hármas cél volt a réginek is, meg lényegében az újnak is a feladata. Mikolasek Sándort, a közigazgatási hivatal akkori vezetőjét a szakmai eltökéltség vitte az alapítók közé. Bármennyire furcsa, konkrét látomásai voltak a Népfőiskolai Társasággal kapcsolatosan. Ugye abban az időben a közigazgatási hivatalban dolgoztam. Az azt megelőző néhány 10 évben semmi mással nem foglalkoztunk, mint azzal, hogy lehet korszerűsíteni a közigazgatást. Most ugye magyari neve előkerült, bár szeretném elmondani, hogy nagyon sokan mondják most, hogy ki se volt szabad mondani a magyari nevét, azért nem igaz. Én 65-ben végeztem az egyetemen, az egyetemi tananyag része volt Magyari Zoltán. Tehát, és amikor előkerült magyari, akiről tudtuk azt, hogy egy technokrata, a közigazgatást iparszerűvé tevő gondolkodó, akkor ez nekem nagyon kaporra jött, mert ugye akkor a közigazgatási hivatal is erről volt, egy átalakuláson mentünk át, meg kell ismerni Magyari Zoltán munkásságát, tehát az ismeret vezényelt engem ide, meg kell ismerni Magyari Zoltán munkásságát azért, hogy a közigazgatásban az ő, hát hogy mondjam, technokrata és nagyon végig gondolt módszereit alkalmazni tudjuk. Nekem olyan reményeim voltak, ugye a magyariról azt tudtuk, hogy az egész népfőiskolai rendszer arra van, hogy bizonyos ismereteket eljutasson olyan emberekhez, akik egyébként az állami oktatás keretében ezt nem kapják meg, de egyébként szükségük van rá. Most
Ez az eszmény vezetett engem bizonyos értelemben, és ugye akkor a munkanélküliség egy nagyon élénk valami volt, és tulajdonképpen ez foglalkoztatott engem, hogy a munkanélkülieket hogy lehet, aztán a magánvállalkozásokba hogy lehet eljuttatni az embereket, olyan ismeretek. Feleség tanuljon meg könyvelni nálunk, apu meg csinálja a vállalkozást, és így tovább. Tehát együtt. Nem jöttek be ezek a dolgok, de nagyon jó eredményeket értünk el. Tehát nem a Népfőiskolai Társaság oldotta meg ezt a problémát, de sok embert útjára indított ebben a tekintetben. Most az, hogy ilyen történelmi ismeretek, egészségügyi ismeretek, egyéb ilyen, erre én nem gondoltam. De hát mondjam, ez valahogy ugye a titt előadások szintjét idézi a 30 évvel ezelőtti világból, de az embereknek szükségük van, és hát környezetvédelemről a mai világban valaki nem tudja az alapdolgokat, hát hogy mehet, ne menjen ki az utcára.